hajnali 4 óra, 20 akárhány perc van. Itt van egy őrült idióta, itt parkol a szomszédba a bejárón, bömböltette a, én nem is tudom milyen zenét, úgyhogy föl kellett keljek, és szólnom kellett neki, hogy hagyja abba azonnal. Normális az ilyen, aki... Úton vagyok a Calvin iskolába, ugyanis egy felkérésnek fogok eleget tenni. Remélem, hogy hamarosan elmondhatom nektek is, hogy miért megyek, de egyelőre még nem szeretném elárulni. Itt vagyok. Lehet, hogy egy picit elkéstem, de most már csak meg kell találjam, hogy hova kell menni. Állítólag a 15-ös terembe kell menjek, de hogy hol van a 15-ös terem, fogalmam nincs. Majd csak tudja valaki. Sziasztok! Én megyek ezután. Nem a videós. Hello. Ezek a gyerkőcök tele vannak energiával. Ja. Én úgy szeretem ezt a gyerek zsibajt. 20 minutes later. Oké, végeztem az iskolával. Most el kell menjek egy másik helyre, és ott is kell egy-két dolgot felvenni. Úton a következő helyszín fele. Én remélem, hogy jó helyen vagyok. Á, igen. Ide kellett, hogy jöjjek. Négy szemét kellett meg interjúolni gyorsan. Készen vagyok a mai adaggal. Még van 20 emberke, akivel találkoznom kell, és ugyanezt végig zongorázni. Ennek az egész dolognak a szépsége az, hogy mindenki különböző helyszínen van, és ezeket elég nehéz összeszervezni. De haladunk, haladunk. Tulajdonképpen arról van szó, hogy május 11-ig 24 pedagógussal, illetve gyógypedagógussal kell készítenem egy ilyen rövid bemutatkozót, és ebből a 24 anyagból kell összegyúrjak egy rövid kisfilmet, amit majd egy konferencián be fognak mutatni. Ebből a 24 bemutatkozó videóból 4 már készen van, illetve felvett nyersanyag 4 már megvan, úgyhogy van még 20, úgyhogy lehet, hogy sűrű lesz a hétvége, és a jövő héten egész végig ezt kell majd felvegyem. Most pedig befejezzük az ebédnek a második felvonását. Fürdetés előtt még gyors leéreztünk a Maros partra, egy pici
sétára. Annyira jó az idő, picikét fúj a szél, de olyan meleg az idő. Nincs az embernek kedve bent ülni már is a szobába, a tévé előtt főleg, mondjuk én nem is szoktam tévézni, egyáltalán már jó ideje. Ja, hogy értékelni kellene a napot, akkor egy 10-es skálán úgy egy jó erős 8-ast adnék érte, mivel rengeteg újdonságot tartogatott ez a mai nap. Ennyi lett volna a mai vlog, köszönöm szépen, hogy ismét rám szántátok az időtöket. Összességében elég produktív napot zártunk, aminek én nagyon örülök. Szeretnék mindenkinek nagyon jó hétvégét kívánni. Ne felejtjétek, ez a hétvége, ez hosszú hétvége, mert hétfőn van május 1-e, a munka ünnepe. És remélhetőleg senki sem azzal ünnepli a május 1-ét, hogy dolgozik, hanem pörköltet főz, vagy valami hasonlót. Kikapcsolódik, pihen, könyvet olvas. Ha most látod először a vlogomat, akkor arra kérlek, hogy mielőtt még feliratkoznál a csatornámra, nézd meg pár videót, ami eddig készült, van belőle 130 ezen kívül. Igen, most jól mondom, 130 darab videó. És hogyha akkor is úgy találod, hogy érdekes és tetszik a vlog, akkor ne felejts el feliratkozni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, még egyszer találkozunk holnap. Sziasztok! Look, there is a majom. Háztető, nem tudom mennyire látszik. Fölállok egy padra. És ez volt a Maros parti majom.